kimondva kimondatlanul még mindig inkább csak olyan bemelegítésnek tekinti a százat a 200-ra. A rajtja nem volt tökéletes az előfutamban, meg a fordulója sem. Ezen próbált javítani itt a bemelegítés során Széles Sándorral, az edzőjével, lássuk mennyit tudott javítani. Nagyon-nagyon dinamikusan kezd most Dani. Önmagához képest remekül tartja magát Dála Örön és Scott Zorin. Ne felejtsük el, hogy rövid pályán tavaly Isztambulban, decemberben már nagyon jó volt a rövidebb távon is. Gyurta Dani ezüstérmet szerzett Robin van Aggele mögött. Most nagyon jó a fordulója, negyedikként fordul. 28-81-el, 4 tizeddel erősebb, mint volt az előfutamban. Nézzük a második 50-et. Csak Dálaön volt jobb nála az előfutamok során a második 50 méteren. Dani megpróbálja lehajrázni Fabio Scott Zolit, aki egyel fölötte úszik. Alexander Dálaön most már fél testhossz előnyben, Gyurta pedig talán föl tud jönni a második helyre. Nagy csatában Fabio Scott Zolival. Alexander Dálaön simán nyeri a futamot, nagyon nagy időeredményt úszik. Nézzük Dálaönt, egy percen belül, Gyurta pedig a második. Hoppalá! 59-29, óriási idő Alexander Dálaöntől. Gyurta pedig a második helyen 1-0-0-56-tal. Ez csak 3 tizeddel lassabb, mint volt tavaly Rómában a világbajnokságon, Csoda Dressben. Természetesen Európa bajnoki csúcs, amit Dálaön úszott, 2008-as legjobbját javítja meg. És Gyurta Dani is szenzációsan teljesít itt, már 100 mellett is. 1 perc 56 század másodpercet úszik. És akkor nézzük, hogy összesítésben ez mire elegendő. A harmadik helyre. Ez még ugye a futam végeredménye. Máté Hudor a hetedik helyen zárt. Tehát az összesítés az az, ami igazán fontos. Alexander Dálaön és Ügdibosz mögött Gyurta Dani a harmadik helyen lép tovább a 100 mell döntőjébe. Román Szludnov, a 2001-es világbajnok, 2006-os Európa bajnok pedig kiesik, akár csak Bodor Richard, aki 15-ként zárt.